partnerem, rárakta kezét a hasamra, és aztán elcsattant a csók, az első filmes csókom. Filmes csók? Az azt jelenti, igen, hogy akkor nem egy ilyen igazis maci volt, hanem mondta, egy hogy nem nyelvezzünk filmes csókon. Megtanítottak filmes csókolózni. Igen, nagyon jó. És hogy kell filmes csókolózni? Na gyere. Most? Hát simán. Lehet. Benne vagy? Figyelj, tapasztalatlan vagyok. Nem nyelvezünk. Nem tudom megígérni. Nem fog nyelvezni filmes csók. Na gyere. Gyere. Finoman. Ennyi? Valami ilyesmi, egy kicsit hosszabb ideig tartok. Úristen! Igen, hát azok lemondom, meg ettől is leesik a gatyám, ugye? Igen, ez egy jó filmes csók. Igen. Ez innen üzenem a férjednek, hogy nem tépje le a fejemet, ez valóban egy filmes csók. Ismer, ismer. Az van, hogy igazából aztán technikaiba válik a dolog, mert akkor meg, hogy a jobb kezeddel fogd a tarkóját, ne a vállát, a haját túrj bele úgy, jó, akkor most innen vesz a kamerát, szóval hogy ez, jó, én, a színészek biztos, hogy ezt így tudják, megcsinálják már évek óta. Én nekem ez izgalmas volt, jó volt, de egyébként a csók is ilyen, végül is egy ilyen végrehajtandó feladattal vett. Én úgy éreztem, jó, most magam, mint egy ilyen általános iskolás kisfiúk életében először csókolózni, de hogy mondod, hogy innen, onnan fog meg, és ezért egy gondolom, hogy egy színésznőnek ismerni kell ilyenkor, mert a nőiség mindenféle bújrát, és te egyszer azt mondtad, szó szerint foglak idézni, hogy akkor lett vége az ilyen szexuális vadászkorszakodnak, amikor megértetted a nőiséget.